Sziasztok! Mi vagyunk a másik produkció. 6 éve működünk független társulatként. És közhasznú civil szervezetként. Eddig befogadó színházakban játszottunk, de az elmúlt években nagyon sok művész csatlakozott a szellemiségünkhöz. Ezért álmodtunk egy nagyot, és nyitunk most egy helyet. Vagyis egy közösségi alkotóteret, ahol a különböző művészeti ágak képviselői megmutathatják magukat. A Margit negyed programban megnyertünk egy pályázatot, és most már azt is tudjuk, hogy hol lesz ez a hely. Gyertek velünk, itt vagyunk a Török utca 1-ben. A hely neve pedig nem más, mint Dante. Pár lépcsőfok, és már is leérkeztünk a helyszínre, félig szuterén, félig pince. Itt lesz majd a jegypénztár és iroda, és itt lesz majd a színháztere. Ezt a falat biztosan kibontjuk, mert itt lesz majd a színpad. Mi is történik, biztos, hogy nem lesz tökéletes, de már az első percben egy libabőrös művészeti élményt lehetett itt átélni, és mennyi ilyen lesz még, és nem lesz tökéletes, de rohadt jó lesz. Lássuk, milyen az akusztika. Lenni vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Lenni! Na gyertek, menjünk tovább. Erre lesz majd egy átjáró, és itt fogunk bejutni a meeting szobába. Mint látjátok, nagyon sok munka van még, és ahhoz, hogy ez egy valódi, önfenntartó és független hely legyen, szükségünk van a segítségedre. Én láttam ezt a helyet világosban, hát nagyon szarul néz ki, de... A helyszín még romos, de együtt felépítjük. Magánemberként és cégként is tudsz minket támogatni. Részleteket megtaláljátok a leírásban. Támogassatok minket! Csatlakozzatok hozzánk! Építsük együtt a Dantét! Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művész Bejáró. A mai vendégem 2 alkotó művész rendező, akik így a nyáron gondoltak egy nagyot és belevágták a fejszéjüket. Azt gondolom, hogy nem könnyű vállalkozásokba. Ők nem más, mint Jászberényi Gábor és Gulyás Herman Sándor, a másik produkció alapító tagjai, és most megnyitották a Dante kulturális összművészeti színházi találkozóhelyet a második kerületben. Hát nem nyitottuk még meg, de hogy lassan. Tulajdonképpen tervezzük a megnyitást, most éppen a felújítási munkálatok zajlanak. Úgyhogy színészből, rendezőből és színházi alkotóból egyszerre köművesek, villanyszerelők és rakodómunkások lettünk. Végre itt az ideje, hogy egy normális szakmát tanuljatok. Örülnek a szüleink, hogy végre kitapolgatok. Ezért tanítattalak, fiam, érted? De egyébként honnan jött a név, hogy a Dante legyen? Erre több válaszunk is van. Az egyik az az, hogy... Van a romantikus válasz, igen. Kezdjük azzal. A közönség csalogatót mondjátok el. Hát életünk útjának feléhez érve, sűrű, sötét erdőben találtuk magunkat. Tehát, hogy egyszer csak úgy 40 évesek lettünk, és azt éreztük, hogy egyrészt már nincs túl sok idő arra, hogy felesleges dolgokat csináljunk. Másrészt meg itt van az a szenvedély, meg az az akarat, ami az ember élet útjának felé jellemző, és akkor ez minket oda repített, hogy itt az időt nyissunk egy saját helyet. Tehát ez a romantikus része, hogy ezzel kezdődik a Dante pokla, ez az első mondata. Akkor mondhatod te a... Igen, a hivatalosat. Hivatalos. Azt mondanám, hogy ez az egyik hivatalos, mert Pécsett volt egy hasonló nevű hely, konkrétan a Dante Club, ami azért volt híres, mert amikor még volt a Poszt, akkor minden színész, rendező, alkotóművész, aki ott volt Pécsett, az itt találkozott. Tehát ez egy ilyen olvasztó tégely volt, ahol
A koreográfus beszélgethetett a rendezővel, és az ország minden pontjáról találkozhattak ezek az emberek, és mi is egy hasonló szellemiségű helyet akarunk. És hát ez ahol... már beugrik a művészeknek, talán igen. Nincs benne asszociálnak ilyen jellegű marketing szándék, nincs benne, inkább csak nagyon szép emlékek kötnek minket ehhez a Dante klubhoz, és az, amit ott láttunk, hogy valóban tud találkozni a néző a művésszel, a rendező a filmrendezővel, a díszlettervező a képzőművésszel, az illeszkedik abba a szellemiségbe, amit mi gondolunk arról, hogy közösségi alkotótér. Azért nagyon bátrak vagytok, tudjátok, szóval a mai világban elmondhatjuk, főleg ugye így a pandémia után alatt, hogy azért például pont a kultúrával, színházzal foglalkozni, és nyitni megint egy új helyet mindenféle támogatás nélkül, az majdnem, hogy egyelő az öngyilkossággal. Igen, de mert közben meg... De nem. Igen, de nem, mert közben meg tudod, egy ilyen nemes célba még de persze hazudtoljatok meg, hogy mondjátok el, hogy de miért jön ez mégis, ez a bátorság. Figyelj, minket a pandémiai helyzet az nem lefelé vitt, hanem fölfelé érdekes módon. Tehát nekünk például a nézőink megduplázódtak, amikor másoknál a felére csökkentek. Mármint nem pont a pandémia alatt, hanem az utána való időszakban egyszer csak elkezdtek jönni éhesek, kíváncsiak lettek újra a nézők. Úgyhogy ez is arra irányított minket, hogy csináljunk egy saját helyet. Aha, és amikor meg fogtok nyitni a második kerületben, akkor ez egyébként konkrétan hol fogják megtalálni az ez ember? A Török utca 1-ben van ez a hely, tehát ahogy az ember a Margit körútról befordul a Benn mozi mellett, rögtön ott van. Tehát Margit híd, Budai híd. De pont a város közepére megálló. Sikerült. Igen. Egy picit már azért kijebb esik, tehát nem a belvárosi forgatag, de azért még a város közepe, aha. Igen. És hogy amikor majd megnyittok, remélhetőleg ősszel, ha az Isten is és a két kezetek is úgy akarja, akkor mire számítatnak az emberek? Tehát milyen programokkal várjátok őket, és miben lesz ez egy kicsit más, mint mondjuk bármelyik más ilyen befogadó hely? Én egy picit messzebbről indítanék. Jó. Mi 6. éve működünk független társulatként, és közhasznú civil szervezetként, és tulajdonképpen nekünk mindig is az volt a fontos, hogy az volt a szellemiségünk, hogy azok a nézők, akik eljönnek hozzánk a színházba, azok már ahogyan belépnek, kapjanak valamit, kapják meg az előadást, és utána valamilyen kísérő programon is vegyenek részt. Ez lehetett egy közös zenélés, vagy egy közönség találkozó, vagy egy író-olvasó találkozó, de olyan is volt, hogy a nappali kávézó, aki minket támogat, küldött egy különleges italt, és akkor megbontottuk szépen a tapsenbe, és megittuk a nézőkkel. Mm-hmm. Tehát fontos volt nekünk mindig is az, hogy a közönségünkkel, a közönségünkből legyen közösséget egy emberi csináljunk. Igen, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit különleges szellemiség vagy gondolkodás így ebben a szcénában, de egy biztos, hogy ez teremtett körénk egy olyan egyrészt nézőbázist, meg alkotóközeget, ami aztán kinőtte magát, vagy kinövi magát a Dantévá. Tehát a tervünk az, hogy itt ne csak színházi előadások legyenek, hanem azok az emberek, akik egyrészt körülöttünk vannak, másrészt ebbe a szellemiségbe így bele akarnak szagolni, azok egy egész estés programot kapjanak. Uh-huh. Tehát tematizált programokkal fog működni a színház, itt azért szeretnénk klubkoncertet tartani, szeretnénk író-olvasó találkozót tartani, performanszokat, kiállításokat, uh-huh. irodalmi eseményeket. Szóval egy ilyen valódi összművészeti fesztivál lesztek. Egyébként be fogtok fogadni kisebb produkciót, tehát nem csak a másik ugye produkciókat láthatják, hanem mondjuk aki esetleg jelentkezik oda, hogy szeretne ott nálatok játszani? Mindenképpen természetesen vannak határaink, tehát olyan értelemben, hogy adott a tér, tehát 100 befogadó képest, tehát 100 nézőt tudunk esténként remélhetőleg leültetni majd. Ez azért behatárolja azt, hogy milyen produkciókat fogunk tudni befogadni. Tehát egy 20 szereplős nagy színpadi előadást nem fogunk tudni befogadni. Igen. Ugyanennyire igaz az, hogy a színpadunk is maga bizonyos értelemben kicsike. Nagyon sűrűn kell állni. Nagyon sűrűn kell állni, és nagyon nem aki a második sorba áll, azt már nem tehát nagyon látni. Tehát én már ne álljak a második sorba. Te már ne állj a második sorba. Igen, szóval ezért bizonyos értelemben ez is behatárolja, meg az is behatárolja, hogy az a szellemiség, amit mi itt képviselünk, tehát ezek a sztereotípiáknak a lebontása, hogy a színész az nem egy földön túli ember, akihez nem lehet oda menni, nem lehet megszólítani, nem lehet vele beszélgetni. Az a szellemiség nagyon jó lenne, ha azokban a befogadott produkciókban, azokban az emberekben, akik ott fellépnek, ugyanígy meg lenne, hogy lehetne velük találkozni, lehetne velük beszélgetni. Megválogatjátok azért majd, hogy... Bárcsak ott tartanánk, hogy válogassuk a társulatok között.
mi nyitott helyként próbálunk majd működni, és szeretettel látjuk azokat a társulatokat, akik akarnak majd nálunk játszani. Egyelőre még a felújítás kellős közepén vagyunk, nehéz is ebből kilátni, de tervünk igen befogadni produkciót. És ugye két színész vagytok, két nagyon remek színész, ugye a második produkcióval is ugye azért rengeteg minden jár, nem csak kiálltok játszani és rendezni, hanem a létrehozásához egy-egy produkciónak is ugye már nagyon sok felelőssége jár. Tehát az, egyszerre kell például könyvelőnek és jó üzletembernek is lenni, és közben művészeti vezetőnek is. Most lehet, hogy azért egy picit a művészetből el fog venni az életetekben, és más dologra kell majd odafigyelni és oda koncentrálni, nem féltek ettől? Eddig is elvett. Hát érdekes módon egy saját társulatot létrehozni, azt gondolná az ember, hogy az a művészetről szól leginkább. Esténként kimegyünk, játszunk, jól érezzük magunkat, szeretnek a nézők, mi is szeretjük a nézőket, stb. Ez a hab a tortán. Tehát, hogy ebből volt a legkevesebb, és azt gondoljuk, hogy most is ez lesz. Tehát, hogy ez ilyen értelemben nem fog változni, mert könyvelni kell, terembeosztást kell csinálni, pályázatokat kell írni, nagyon sok mindent kell csinálni ahhoz, hogy esténként szabadon lehessen játszani. És vannak már olyan szervezetek, vagy vannak olyan emberek, akik mögétek álltak, és azt mondták, hogy igen, itt van ez a két fiú, és mind kultúrától, politikai élettől, mindentől mentesen, egyszerűen csak azt akarjuk, hogy ez működjön, és mi itt vagyunk, fiúk, segítünk nektek? Igen. És azt hiszem, hogy talán ez a legfelemelőbb ebbe az egészbe, hogy szervezetek is jelentkeznek, hogy segítsenek minket, és civil emberek is. És számomra ez az igazán megindító, hogy nem csak az értelmiségi kör jön, és azt mondja, hogy majd ő szívesen fellépne a mi helyünkön, hanem kétkezi munkások. Egy karosszéri lakatos azt mondta, hogy ő megcsinálja a lakatos munkát. De jó. Egy építész csapat tervezte meg a magát a helyet, egy dizájn csapat tervezi az arculatot. Tehát egyszer csak valahogy tényleg ez a szellemiség, ez így elkezdett működni és így terjedni, és nagyon sokan csatlakoztak hozzá. Ugye. Tulajdonképpen az összes munkatársunk az saját ügyének érzi ennek a helynek a létrehozását. Most a felújításban jönnek, falat bontanak, sittezsákot pakolnak, szóval igazán van, aki főz, úgy döntött. Rátok, igen. Tehát, hogy az egészben van egy ilyen jó értelembe vett föld alatti underground szervezkedés, de hál' Istennek nem valami ellen fogalmazódik meg a dolog, hanem valami mellett. És ez egyszerűen csak jól érezni magukat majd egy tök jó csinálni helyen. Csinálni együtt valami van jót. Ott. Igen, építeni valami közös dolgot, igen. Most egy kicsit ugye rátok kettőtökre térve, már voltatok külön-külön is a vendégeim, de engem az mindig is érdekelt, hogy miért pont egymást találtátok meg? És milyen érdekes, hogy szerintem azt hiszem már 20 éve így együttműködtök, vagy 15 éve, hogy jött, hogy pont egymásra találtatok rá, és aztán ebből egyre-egyre jobb. Hát azt gondolom, hogy aki a színház életben benne van, és egy picit jár az alternatíva világban, azért tudja, hogy a produkciótok mindig egy szintet följebb lép. Hát... hogy mi ez a szimbiózis köztetek? Legyen az emberi, legyen az művészi. Ez egy nagy barátság és egy nagy szövetség, ami valóban de azt tudjátok, hogy nagyon sokszor van az, hogy két dudás nem fér meg egy csárdába. Valahogy nagyon érdekes, hogy kiegészítjük egymást rengeteg mindenben, meg ellentétei is vagyunk egymásnak, amitől meg megint egy csomó minden működik. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, hogy így összekapcsolódik. Uh-huh. Szoktátok egymást rendezni? Igen. Persze. Tulajdonképpen onnan indult. Elfogadjátok? Igen, nem kérdés. Igen, de közben meg az is van, hogy nem csinálunk úgy, mintha én mondjuk többet tudnék, vagy a Gábor többet tudna valamiről, hanem mindig ugyanannyira megyünk bele egy dologba. Szoktak nagy összetűzések lenni? Persze, óriás viták szoktak lenni. Üvöltözésbe elmenő egymás szapulása. De az egy nagyon fontos dolog, hogy ez az egész 6 évvel ezelőtt úgy kezdődött, hogy ki voltunk éhezve arra, hogy valami magas művészi színvonalon tartózkodó, vagy nem tudom, burjánzó előadást hozzunk létre. Uh-huh. Így született meg a Kövek a zsebben. És akkor az egy szempont volt, hogy tulajdonképpen mi
egy kicsit szembeállva mindennel, azt mondjuk, hogy ennek megcsináljuk a dramaturgiai részét, a jelmez díszlettervezői részét, a színészi részét és a rendezést. Aha. Nem volt könnyű, pofátlannak kellett hozzá lenni, de volt az egészben valami felszabadító, hogy igen, akkor most legyünk bátrak, csináljuk meg. És amikor már álltunk valahogy, akkor mindig felvettük a próbát, visszanéztük, kielemeztük. Tehát ilyen értelemben közösen rendezzük ezeket az előadásokat, amikben mi játszunk ketten. És ott vannak őre menő viták, de egy fontos szempont, hogy mindig azt érezzük, hogy az ügyért van a vita. Ízlésbeli összetűzésünk sose volt. Mindig technikai megvalósításbeli kérdésekben szoktunk egymásnak menni. Tehát a színházról ugyanúgy gondolkodtok. Igen. Igen. Az, hogy arról biztos. Igen. Az, hogy most például az utolsó... Az ízlésről például. Igen. Az utolsó produkció, amit csináltunk, ez a Varjú király előadás, ott például volt egy olyan kellénk vitánk, ami végigment a próba folyamaton, hogy például legyen-e kávéfőző, és ez az első perctől kezdve majdnem banális az utolsó. Banálisnak hangzik, de sok mindent meghatároz. Nagyon sok mindent meghatároz, és ez nem egy, bizonyos értelemben nem egy ízlésbeli dolog, hanem arról szól, hogy ez egy tárgy, ami végigmegy a történeten. Nem megy végig a történeten. Kell, nem kell, és örre menő viták voltak erről. Végül nem lett kár. Akkor ki nyert ebbe a dologba? Te rendezted, vagy? Nem, ezt egyébként a Gábor rendezte, ha már így rendezésről beszélünk, de sosincs olyan, hogy valaki valamit 100%-osan csinál. Nem is lehet. Tehát ez egy háromszereplős darab egyébként ilyen értelemben. Tehát egy picit megborítottuk ezt az állandóan ketten játszunk felállást, Sebők Maja a harmadik szereplő. Ott már kellett egy külső szem, de a külső szem is úgy működött, hogy a Gábor mondjuk többet ült kint, vagy a főpróba héten nagyobb volt a beleszólása. Aha, ugye hattátok, hogy ő átvegye az irányítást. Bővítem a balhét. Vagy a rálát is. Egyébként is hogy választjátok ki a darabokat? Hát ki az, akinek a szava a döntő? Nagyon fontos nekünk. Ez is egy érdekes dolog, hogy sokféleképpen lehet darabot választani. Nyilván lehet ilyen nagyon divatos, vagy szélszes, vagy marketinges szempontból választani előadást, ami majd biztos tetszik. Mint az, például az óceánjára az abszolút, tehát aki látta a filmet, azt szerintem kaptam rá, hogy menjen. Az volt a szempont, hogy valamit jelentsen nekünk, valamit akarjunk azzal a témával közölni. Legyen hozzá személyes indítatás. És ez minden előadásunknál így van. Uh-huh. Mert az meggyőződésünk, hogy akkor tudsz egy igazán jó ütős előadást létrehozni, hogyha neked a személyes ügyed. Uh-huh. Tehát elővehetnénk mi akár bulvártörténetet, akár sikerdarabokat. Még egy Rékunit, vagy... De hogyha nincs hozzá nekünk igazi személyes közünk, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy érintettek-e vagyunk a témában, hanem mondjuk azt, hogy nagyon el akarom mesélni ezt a történetet, akkor nem fog igazából összejönni. De és például... itt azt éreztük mindegyiknél, hogy vagy rólunk is szól egy kicsit, vagy az ügyünkről, vagy meg akarunk merítkezni ebben az anyagban. Aha. De azt hisz, kooperáltok ugye másokkal is, mert a Szegedi Pince Színháza, vagy az Aradiakkal is ugye azért dolgoztok együtt, vagy így külön-külön egyesével színészként, vagy mind a ketten, vagy rendez valamelyikőtök. Igen. Tehát, hogy azért nem utasítjátok el a kopró, vagy a mi osztályunk, ugye az is azért egy nagyon-nagyon komoly téma, és azért a színházi világból jelentős színészek játszanak abban az előadásban. Talán az a legnagyobb léptékű előadásunk, szóval azért az egy 10 szereplős történet, azt a Söndi rendezte. Igen, de ott is az van azért, hogy 10 szereplő, de mégiscsak a 10 szereplőnek végig bele szólása volt a dolgokba. Tehát, hogy jó, ez egy, hogy is mondjam, nagyon stilizált előadást, nagyon erős a képi világa, és ott a Hojsza Henny készítette magát a mozgását, tehát bizonyos határokon belül mozog, nem úgy, mint a kövek vagy az óceánjáró, tehát az improvizációra nincs annyi lehetőség, de azért mindenkinek volt beleszólása végig. Aha, tehát hogy hagytad, hogy a színészek, te az a rendező vagy, aki nem utasítja a színész, hogy még a szempillád is úgy mozduljon, ahogy én mondom, mert az igaz, hanem te kooperálsz a színészek. Muszáj, szerintem ez a legfontosabb. Inkább alkotótársakat toborzunk magunk mellé, mint sem végrehajtókat. Nyilván vannak olyan dolgok, amikben meg kell mondani, hogy legyen, mert egyszerűen az a formája, hogy az egyszerre legyen, ugyanolyan legyen. De az fontos nekünk, hogy közös alkotás történjen egy-egy próba folyamatban. És készültök a Dántéval valami új bemutatóval a másik produkció? Hát igen, szeretnénk, de egyelőre még mindig nem látunk ki a felújításból. A majd tervből. Bár csak azt mondhatnám, hogy
tavasszal bemutatjuk a, igen, de a terveket. De... visszatérve még egy előző kérdésedre, mert azt kérdezted, hogy, hogy kik támogatnak minket. Nem akarok nevesíteni céget, de például van egy olyan felajánlásunk, aki konkrétan elküld nekünk 3 darab teljesen új bojlert. Tehát nem csak pénzzel lehet minket támogatni, hanem eszközzel, munkaerővel, étellel, amit már a Gábor is mondott. Mondjuk el a közösségi finanszírozási kampányunkat. Nagy ja, vágyunk, az nagy, igen. Azt tényleg beszéltük a kamerákon kívül. Hogy ez, ennek a helynek a felújítása azért az egy nagy beruházás. És mi elindítottunk most az Adjuk Összén egy közösségi finanszírozási kampányt, lehet hozzánk csatlakozni, akár egy színházi egy ára is nagyon sokat jelent. Szeretnénk azt, hogy ezt a helyet együtt építsük fel a közösségünkkel, úgyhogy reméljük, hogy itt az elkövetkezendő 30 tégla napba. Jegyeket venni, például, igen. Tulajdonképpen igen. Igen. Olyannyira igaz ez, hogy a mellettünk lévő ház az tégla jegyekből épült. Mm-hmm. Úgyhogy bizonyos értelemben ezt a hagyományt, ezt vinnénk tovább. Nagyon-nagyon sok mindennel lehet minket segíteni, de az Adjuk Össze az egy kézenfogható dolog. Tehát az ott látható, most jelen pillanatban 10 millió forintot gyűjtünk össze az Adjuk Összén. Erre van 90 napunk, már csak 70 valamennyi. 1 millió már össze is gyűlt, tehát hogy ez a maradék 90%, ami hátra van, azt gondolom egyébként nem elérhetetlen. Aha. És hogyha ebben a tempóban lesz a támogatás, ahogy most történt, mert ez 10 nap alatt gyűlt össze ez az 1 millió, akkor el fogjuk érni ezt a 10 milliót, amit nagyon-nagyon szeretnénk, és akkor tényleg azt lehet mondani, hogy mindenki egy picit hozzájárult a saját erejéből, a saját tehetségéből, a saját pénztárcájához mérten. Úgyhogy ez lesz az igazi közösségi összefogás. Azt el lehet mondani, míg ugye elmondtátok a beszélgetés elején, hogy elérkeztetek kvázi az életetek a pályátok feléhez, és most már tudjátok, hogy mit akartok, hogy el lehet mondani, hogy mondjuk boldogok vagytok? Hát amióta csináljuk ezt a Dantét, vagy ez az egész gondolat megfogalmazódott, én mindig azt mondom, hogy egy méterrel a föld fölött. Tehát most van az egészben egy olyan flow, ami talán sose volt így ebbe a társulatban. Mindig is szerettük azokat, amiket csináltunk, de most valami egész más van. Tehát most azt érezzük, hogy, vagy én legalábbis azt érzem, hogy ennek van értelme. Uh-huh. Hát akármennyire is nehéz mondjuk falat bontani, de hát vigyorogva bontom a falat. Tehát azt érzem, hogy végre a helyünkre kerültünk, itt van az ideje ennek, ez érződik is rajtunk, ez be is vonz egy csomó olyan embert, segítőt, aki ott van körülöttünk. Szóval igen, én a magam részéről nagyon boldog. Nagyon nehéz lenne ketten csinálni ezt. Tehát ezt azért valljuk be, hogy, és nem csak a fizikai részéről beszélünk, hanem egyáltalán a hit, a szakmaiság és minden, ami ehhez tartozik. Ha ez nem lenne megtámogatva iszonyat nagy erővel, hogy kívülről jön a segítség, hogy jönnek emberek pakolni, hogy támogatnak minket, akkor azt hiszem nem csinálnánk. Aha. És körülbelül tudtok valamit mondani a nézőknek, hogy mi a cél a nyitásra? Tehát mi az, amit megcéloztatok, hogy addigra szeretnétek körülbelül kinyitni? Ha mondjuk valakit érdekel, hogy szívesen ellátogatna hozzátok. Legkésőbb 9 hónap múlva a Dante meg fog nyílni. Akármi is történik. Szeretnénk, hogyha ez hamarabb megtörténne, de nem akarunk senkit illúziókba kergetni. Tervünk az, hogy már ősszel működjünk valamilyen formában, de legkésőbb 9 hónap múlva. Szóval jövő februárban már biztosan működünk. Köszönöm szépen, fiúk, hogy eljöttetek, hajrá! Én biztos, hogy fogok menni hozzátok és nézni, és a barátságommal, vagy bármi mással, amivel csak tudom, hogy támogatni ezt a szuper kezdeményezést, és azt gondolom, hogy a többi színész kollégám nevében is elmutatom azt, hogy köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt a Művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!